A Jász-Nagykun-Szolnok megyei főügyészség indítványt tett egy 57 éves jászapáti nő bűnügyi felügyeletének elrendelésére, emberölés büntettének kísérlete miatt. Megrázó tudósítás következik. Az ügyészség indítványa szerint a nő 2021. január 16-án hajnali 1 órakor jászapáti családi házukban összeveszett az épp hazaérkező, munkanélküli, hosszabb ideje bódító hatású szereket használó fiával, aki a lakásban pénzé tehető vagyontárgyak után kutatott. Az 57 éves nő 2021. január 16-án hajnali 1 órakor jászapáti családi házukban összeveszett az épp hazaérkező fiával, ugyanis a munkanélküli és hosszabb ideje kábító hatású anyagokat élvező fiatal férfi, 26 éves fia, azzal ment haza, hogy amit talál otthon, értékesíthető dolgokat, azt pénzé kívánja tenni. Nem ez volt az első eset, ez már egy hosszabb ideje fennálló konfliktus forrás volt az anya és a fia között. Ez alkalommal a fiú azt találta ki, hogy a hűtőből az élelmet veszi magához, azt viszi el, de az anya ebben megakadályozta, ezt követően pedig a fiú azt találta ki, hogy éjszaka leszereli az ereszt csatornát és azt fogja eladni. A nő azonban megtiltotta, hogy bármit is elvigyen a lakásból, ezen vesztek össze, a veszekedésük rövid ideig tartó dulakodással fajult, majd úgy tűnt, hogy csitul ez a veszekedés, a férfi leült az ebédlőben egy székre, az anya viszont folyamatosan azt hangoztatta, hogy megöli a fiát, kiment a konyhába, ott magához vett egy 14 cm penge hosszúságú háztartási kést, visszament vele az ebédlőbe, és a neki háttal ülő fiát háromszor nyakon szúrta. A fiatal férfi fölpattant a székről, ellökte magától az anyját, és kimenekült a lakásból. Hozzátartozik a teljesség kedvéért az esethez, hogy a nő maga tette a bejelentést a 112-es segélyhívón arról, hogy megszúrta a fiát. A sértetnek a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérülései keletkeztek csupán, de a sértett testtájékra és az alkalmazott eszközre a késre figyelemmel fönnállt a veszélye annak, hogy meghal. Az ügyészség azért indítványozta a bűnügyi felügyeletét a nőnek, mert fennáll a veszélye annak, hogyha visszamegy abba a lakásba, ahol a fiával közösen lakott, akkor véghez vinni ezt a megkísérelt cselekményt. Január 18-án a nyomozási bíró az ügyészség indítványával egyetértve elrendelte a nő bűnügyi felügyeletét. A végzés nem végleges. A védő fellebbezése folytán a szolnoki törvényszék, mint másodfokú bíróság fog döntést hozni a kényszerintézkedés tárgyában.